Hát tulajdonképpen még szép gyalogmenetben fölsétálni a rajthoz, még az is fárasztó lehet ekkora verseny után, mint amilyet Horváth Csabának és Koloni Gyurinak kellett megvívnia a kenupárosok világbajnoki döntőjében, és már ott ülhetnek a hajóban, és evezhetnek lassan oda az ötös rajthelyhez a kenu négyesek világbajnoki döntőjében. Martínez, Romero, Ferrer és Castañeda nem sok nagy eredményt mondhat magáénak, de hatodikak lettek viszont a hosszabbik távon tegnap. Ez tehát életük eddigi legjobb eredménye. A kanadaiakat diszkvalifikálták ugyanezt a hajót a hosszabbik távon, tehát ma jó okuk van arra, hogy megpróbáljanak javítani. A csehetségben ismert nevek, Prohászka, Fuchsa, Bednár, jól ismert név, Kriváneket legalábbis én eddig még nem hallottam róla. Marinov, Stojanov világbajnoki érmeket gyűjtöttek korábban a bolgár hajóban, és a Nikolov testvérek a jövő. Itt van Horváth Csaba, Kolonics, és mögötte Hüttner és Szüszkó. Ez a hajó Európa-bajnoki címet szerzett a közelmúltban, azzal a különbséggel, hogy Kolonics helyett Belica Béla evezett, mert Kolonics akkor az egyes hajóban indult. A románok Laván, Borsán, Pascal és Popescu tegnap győztek, ezen a távon azonban az Európa-bajnokságon kikaptak a mieinktől. A Midlock testvérek Kobierski és Maronski a lengyel hajóban. És végül a szlovákok, Orosz, Pales, Knyazovicki és Filip, ugyancsak igen erős egység. Bár az Európa-bajnokságon csak a hetedik hely sikerült. Ott a magyarok nyertek, Románia második, Bulgária harmadik, és most is a 4-es, 5-ös, 6-os pályán ez a három hajó. Hát nem valami parádésen indultak meg a mieink, fölöttük egyel a bolgárok annál jobban. Most kell utánuk kapaszkodniuk, és lassan föl is kapaszkodnak utánuk. Egyelőre a 7-es hajó, a csehek vezetnek, majd az 5-ös, tehát a magyar hajó következik, és itt alul a szlovákok. Említettem is, hogy nagyon erős egységük van. Hát csak kitartson az erő még Horváth Csabának és Kolonics Gyurinak. A Csepel Pentaszerviz egysége ez, egyre jobban közelítenek rájuk a románok, akik tegnap világbajnoki aranyérmet szereztek. Még minden esetre fél távnál még van egy kicsi az előnyből. A magyar és a román hajó kivált a mezőnyből, ők ketten küzdenek a két éremért. A románok egyre jobban megközelítik, és egy-egy csapással már elébük is kerülnek. Fél távnál Románia, Magyarország, Szlovákia a sorrend. A szlovákok itt alul az egyesen. De úgy tűnik, hogy ők a harmadik helyért. Most ismét, mintha mieink vezetnének. Van-e még erő, gyerekek? Van-e még erő? Nagyon rákapcsoltak a románok. Teljesen együtt vannak, mindig húzásonként változik szinte a sorrend, de néhány centi még a javunkra van, és most ez mintha nőtt volna. Mintha nőtt volna, és még tovább nőne. Van ez már jó egy méter, még annál is több, másfél méter. Lehet, hogy aranyérem. Nem lehet már nagyon sok hátra, néhány méter, ez most már világbajnoki cím. Aranyérem, a magyar kenu négyes győzött, második Románia, és harmadiknak, ha jól láttam, az orosz hajó futott be. Hüttner Csaba emelte boldogan magasba az evezőjét. Páronként fordítva vannak fölírva, bocsánat, egész berekedtem, de ez se baj. Tehát a negyedik magyar világbajnoki aranyérem, hát ezt neked illik tudni megint csak, mert én még életemben nem ültem se kajakba, se kenuba verseny, legalábbis verseny kajakban, hogy milyen lehet ez, hogy jó erős negyed órával az eredményhirdetés után újra fölevezni a rajthoz. Hihetetlen, és csak a legnagyobb klasszisok képesek arra, hogy így duplázzanak, ismételjenek, ez nagyon-nagyon kevés idő az igazi regenerálódáshoz. Hát mondjuk, ha 1000 méter lenne a táv, akkor alig, hanem még kevésbé. Igen, az oroszok lettek a harmadikak.
Hozzátartozik az igazsághoz persze, hogy 95-ben a sokat emlegetett duisburgi világbajnokságon ez a két fiatal ember, Horváth Csaba és Kolonics Gyuri 1000 méteren is eljátszott ezt, ott is páros után négyesben mentek, ezren is, majd 500-on is, és mindegyiket megnyerték. Hát azt tudja hiszem, valamelyest a másik kettő, tehát Hüttner és Szuszkó tehermentesíteni őket? Tehermentesíteni nem, csak segíteni ők is a legjobb tudásuk szerint. De ők azt hiszem most már bátran mondhatjuk, hogy tényleg abban a kategóriában, vagy abban a kategóriában tartoznak, hogy extra klasszisok. Elevez előttük a román egység, és gratulál. Hát tegnap ők nyertek, ma meg